Kani Kulai napon akár 21 ezeren is felkeresik Európa legnagyobb fürdőkomplexumát. A fürdőszolgáltatásokat eddig csak nem 1 millió vendég vette igénybe az idén, ami 1,8%-os növekedés a múlt évhez képest, míg a gyógyászati részlegükben 466 ezer gyógykezelést végeztek, 8%-kal többet, mint egy évvel korábban. Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, több mint 15 medencével, egy több mint 30 hektáros parkban várja a vendégeket, és azt hiszem, hogy itt minden generáció megtalálhatja azt, ami a számára legmegfelelőbb. Ugye ez a stratégiai célunk is, hogy minden korosztály, kicsik, nagyok, idősek, fiatalok megtalálják azt, amit várnak, amire vágynak egy nyaralás, egy üdülés, egy kikapcsolódás során. És ezt a rendelkezésükre is próbáljuk bocsátani. Beszámolt a szakember arról is, hogy az elmúlt évek felmérései szerint egyre többen érkeznek hozzájuk a térségből is. Az, hogy beköszöntött a nyár, az a vendég összetételünk változásán is egyértelműen látszik, míg az őszi-téli szezonban elsősorban a gyógyulni vágyó idősebb vendégek látogatnak el hozzánk, addig a mai naptól tulajdonképpen átveszik az idősebbek helyét a családok, akik ugye immár megtalálnak minden szórakozást, ami egy nyaraláshoz szükséges. Emellett ugye fontos elmondanunk, hogy a külföldi és a belföldi vendégek aránya is folyamatosan változik a nyár folyamán. Mi arra számítunk, hogy ebben az évben fele-fele lesz a megoszlása, a fele lesz a belföldi vendégek aránya, és a fele pedig a külföldieké, akik elsősorban Lengyelországból és Romániából érkeznek hozzánk. A város a jövőben is jelentős szerepet akar játszani a magyar turizmus és a magyar egészségturizmus fejlesztésében.